De minden olyan kezdeményezés, ami arról szól, hogy az érdeklődő fiatalok tudásszomjukat csillapítsák, ismereteiket gyarapítsák, ebben a nagy, hihetetlen nagy kuszaságban, ami körülveszi őket, hogy ebben az igazi értékeket, a valódi értékeket találják meg, és ahhoz igazítsák az életüket, az kiváló, támogatandó és üdvözlendő. Úgyhogy sok sikert annak, aki ebben részt vesz. Egyre többször el kell mondani, hogy ez valójában nem a Földről szól, és a Föld napján sem csak a Földről és a környezetünkről, a teremtett világ védelméről érdemes beszélni, hanem ez alapvetően róluk szól, az ő életükről, környezetükről, hogy egyáltalán milyen módon teljesedik ki majd az életük. Ugyanolyannak ismerhetik-e meg az ő gyerekeik majd a Kárpát-medencét, mint amilyennek mi ismerjük. Minden olyan dolog, ami ezt veszélyezteti, arra érdemes fölhívni a figyelmet, és úgy látom, hogy csak fogékonyak is rá, hiszen pontosan tudják, hogy ez nem az én generációmról szól már, hanem róluk.